Az elmúlt hétvégén végre megvalósulhatott az, amire a mélykúti lakosok az elmúlt bő másfél évben vártak. Egy záróprojekt keretében hivatalosan is átadták a település új Szentvíz csatorna hálózatát. Kemény, kitartó, emberfeletti munka volt ez, és a lakosságnak szól az első köszönetem, az miatt, amiért ezt így elviselték, hisz nem volt egy egyszerű menet, veszélyfutás volt ez az elemekkel és az idővel is, és ugye nem volt egyszerű az miatt sem, mert az 55-ös úttal kapcsolatosan is voltak, és párhuzamosan kellett a két projektet építeni. Nem van az a 37 km gerincvezeték, az a 24 km bekötővezeték, és az az 5 km nyomóvezeték, ami a telepre, az új szennyvíztisztító telepre kiszállítja a település szennyvízét. Ez durván 2400 lakásnak a szennyvíz bekötését jelenti, ami egy olyan komoly előrelépés. A nagyszabású munkafolyamat a Mélykútváros szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása elnevezésű projekt részeként valósult meg. A település önkormányzata 2 milliárd 858 millió 942.558 forintot nyert az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében. A záróesemény második helyszínén az egyik szennyvíz átemelőnél a politikusok és a kivitelezők közösen vágták át az átadást szimbolizáló szalagot. Bányai Gábor térségünk megválasztott országgyűlési képviselője a helyszínen elmondta, nagyon fontos, hogy Mélykúton és a régió többi településén is sikerült megvalósítani több nagyszabású projektet is. Az elmúlt években szinte az összes település, ahol a 2000 lakos egyetek alatti mérteket lehet mérni, szennyvíz csatorna ellátottságát maximálisan szinte fejlesztette minden településünk, mindenhol tisztítóvizek megépültek, vagy felettek újítva, és gyakorlatilag ma már csak egy-két településen mondhatjuk el azt, hogy hiányzik a tisztítóvíz és a csatornamű. Emellett még ugye persze megvannak az ivóvízellátó programok, amelyek rendbe tették a helyi ivóvízellátásnak a minőségi paramétereit, illetve rengeteg helyen egyéb felújítási munkák is történtek ennek köszönhetően. Ezek a fejlesztések ma már nem akadályai annak, hogy egy beruházó helybeni vagy ide települő beruházó, akár bel, akár külföldi, mert településen is eddig nem volt mód tisztítani mondjuk a szennyvizeinket. Ezt követően a jelenlévők átvonultak az új szennyvíztisztító telepre, ahol ismét egy szalagátvágás következett. A kivitelezők szempontjából a projekt nem volt izgalommentes, hiszen a kezdeti tervekhez képest több, előre nem látható akadály is bonyolította a munkálatokat. Rengeteg probléma jön közbe, itt még egy kicsit talán belejátszott az, hogy az 55-ös útnak a rekonstrukciója is párhuzamosan zajlott a beruházásunkkal, és hát az a töménytelen mennyiségű eső, ami lehullott az építkezés során, ez igencsak megnehezítette a feladatot. Műszaki ellenőrökkel karöltve egy nagyon jó minőségű csatornát sikerült megépítenünk Mélykúton, amit majd az üzemeltető és a lakosság fog élvezni természetesen.